Sziasztok, én Forzor vagyok, és ebben a videóban nem fogok más bemutatni, mint a Sibilkátot. Hogyan is néz ez ki? Szerintem, aki nézi Dynamo-t, ugye a varázslat a világ körülült, abba már valahol biztosan benne volt, vagy szimplán ilyen Dynamo-s videót, amiben kártyatrükköt mutatott, abba ez biztosan benne volt, csak nem ez, hanem egy hosszabb része. Mit is kell először csinálni? Bal kezembe tartom, teljesen mindegy, hogy tartom, szerintem mindegy. Csak itt benne legyen, három ujj itt, mutató ujj fölül, és a hüvelykujj pedig len. Alul megfogom a hüvelykujjammal a paklit, és először a mutató ujjammal egy részt leveszek, majd a középső ujjammal még egy részt, és itt pedig a fönn lévő mutató ujjammal és a hüvelykujjammal segítségével itt húzok egy darab pakli részt. Mert egy ilyen három kisebb paklit kell létrehoznunk, plusz a kezünkben lévő egyet. Egy pakli rész a hüvelyk mutatóujjunkkal, még egy pakli rész a középső ujjunkkal, és még egy pakli rész a hüvelyk és a bal kezünk mutatóujjával. És itt van ez a három pakli rész. Ugye miután megvan ez a három pakli rész, egy, kettő, három, annyit kell csinálni, hogy lehajtjuk. Ez itt ugye úgy szépen forog, és ennek így segítségével így a két kezünk, a kezünket így lehajtjuk, és a hüvelykujjunkkal és a középső ujjunkkal ezt a középső paklit kell majd itt átvegyük. Lefordítjuk, így van, lassan csinálom, csináljátok velem együtt, lefordítjuk, ez kicsit kijebb is lehet tolni, megfogjuk, és itt rátartunk, és kiszedjük. Lefordítjuk, itt a hüvelyk és a középső ujjunkkal kiszedjük, és kihúzzuk. És ide rakjuk a harmadik pakli mögé, és akkor így néz ki. Majd ezután a középső és a kis ujjunk segítségével ezt így meg kell fogni. Így vagyunk, ezt így tartjuk. Meg kell fogni, és itt ki kell húzni. Három pakli rész, lehajtjuk, és alul átvesszük, és kihúzzuk. Miután kihúztuk, pedig ide a másik mögé berakjuk, és ezt a kettőt így visszafordítjuk. Középső és a kis ujjunkkal, kis ujjunk segítségével ezt itt át kell venni. Utána így megfogtuk, ezt így egyszerűen kihúzzuk. És akkor ki is húztuk. Most ugyanúgy, mint az előbb csináltuk, a hüvelyk és a középső ujjunkkal alányúlunk, és kivesszük ezt a paklit, és ugyanúgy így kihúzzuk, és átrakjuk. Ezután pedig ezt, ami itt van a kezünkbe, ide a másik mögé lerakjuk. És átváltunk az ujjunkra. Majd ezt követően ugyanez történik, ezt addig ismételhetjük, amíg akarjuk. Középső és kis ujjunkkal megfogjuk, akár a gyűrűs is itt lehet fölül. Kihúzzuk, kihúztuk, a középső és a hüvelykujjunkkal alányúlunk, megragadjuk itt, ami itt van középen, kifordítjuk, és ami itt van a középső és a kis ujjunkban, azt pedig ide lerakjuk a másik mögé, és ugye visszarakjuk az ujjunkat. Ezt addig csinálhatjuk, ameddig akarjuk. És ami itt van középen, azt egy egyszerű mozdulattal így ki lehet szedni, és ebből akár lehet egy legyezőt nyitni. Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ez ennyi is lett volna, remélem, hogy tetszett, hogyha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és osszátok meg másokkal is, hogy ők is meg tudják tanulni ezt a fantasztikus fogást. Én Forzor voltam, sziasztok!